A Szent Györgyi Iskola 1991-ben mindössze 4 pedagógussal és 4 szakmával indult útjára. Mára a megye egyik legnagyobb iskolájában nőtte ki magát. 7 ágazat, 11 szakmájával várjuk a diákokat, magas színvonalú technikumi és szakképző iskolai ágazatokkal. Képzéseink a modern kor és a munkaerőpiac igényeihez igazodnak, biztos jövőt biztosítva végzett diákjaink számára. A szociális terület iránt érdeklődők, kisgyermekgondozó nevelő, szociális ápoló és gondozó, gyermek és ifjúsági felügyelő végzettséget szerezhetnek. Az egészségügy területén is kiváló szakmákat kínálunk. Az itt tanulók lehetnek gyakorló ápolók és rehabilitációs terapeuták. Az iskolai szaktermekben, a szimulációs gyakorlatok során tanulóink a legtöbb valós élethelyzettel találkoznak, így felkészülten léphetnek ki a munka világába. Mindannyian tudjuk, emberekkel bánni a legnagyobb kihívás, embereken segíteni a legszebb feladat. Büszkék vagyunk arra, hogy a szociális szakterületen diákjaink az elmúlt 2 évben országos első helyezést értek el a legrangosabb szakmai versenyen. Számos szakmát kínálunk azoknak is, akik a vendéglátó ágazatban kívánnak elhelyezkedni, hiszen a táplálkozás, kikapcsolódás alapvető létszükséglet, így az ezzel kapcsolatos képzések piacképes lehetőséget kínálnak. Vendéglátó szervező, pékcukrász, pincér, szakács. A korszerű szakmai ismeretek elsajátításához kiválóan felszerelt tankonyha és pékcukrász műhely áll rendelkezésre. Az ezen a területen tanuló diákjaink az elmúlt években számos országos versenyeredménnyel bizonyították rátermettségüket és öregbítették az Alma Mater hírnevét. Egyre szélesebb körben automatizált, számítástechnikára épülő világunkban a gépészet informatika területén is piacképes tudást kínálunk. A nálunk tanulók lehetnek CAD/CAM informatikusok, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusok, valamint szerszám és készülékgyártók, gépi és CNC forgácsolók. Az elmúlt időszak technikai fejlesztéseinek köszönhetően a fiatalok a legmodernebb eszközök felhasználásával készülhetnek leendő szakmájukra. A képzés sikerét garantálja a Le Bellier cégcsoporttal együttműködésben kialakított tanműhely, ami a végzett diákok elhelyezkedését is megkönnyíti. Ugyancsak jelentős fejlesztés a szakképzés területén az iskolában 2020-ban átadott informatika kabinet, amely a legkorszerűbb számítástechnikai eszközök megismerését és használatát biztosítja tanulóink számára. Azokra is gondoltunk, akik a közszolgálatot szeretnék életpályául választani. Számukra a közszolgálati technikus képzés a megfelelő. Ennek keretében a rendőrség és a katasztrófavédelem elméleti és gyakorlati munkájával ismerkedhetnek meg a tanulók, valamint személyi és vagyonőri ismeretekkel is gyarapodhatnak. A 2020-21-es tanévtől új lehetőséggel is bővült iskolánkban ez a szakmai terület. Honvéd kadét képzésre is jelentkezhetnek diákjaink. Ezen a szakterületen kiemelkedő jelentőséggel bír a sport. Tanulóink kipróbálhatják magukat a lövészetben, és önvédelmi fogásokat sajátíthatnak el. A képzés színvonalát mutatja, hogy az utóbbi években a rendész tanulók számos országos és megyei katasztrófavédelmi és lövészeti versenyen haditornán vettek részt, amelyekről figyelemreméltó eredményekkel tértek haza. Iskolánk szívesen látja a tanulási beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulókat is. Fejlesztő pedagógusaink hatékony segítséget nyújtanak a felzárkózásban, és rendszeres támogatással biztosítják az eredményes továbbhaladás feltételeit is. Vidéki diákjaink számára családias hangulatú fiú és lány kollégiumot kínálunk, megteremtve a tanulás és a mindennapi lét összes feltételét. Ezen túlmenően színes, kulturális programokkal biztosítjuk kollégistáink számára a szabadidő hasznos eltöltését. Jól teljesítő diákjaink tanulási kedvét pedig állami szakképzési ösztöndíjjal növeljük, ami a technikumban és a szakképző iskolákban a tanulmányi eredménytől függően akár több 10 000 forint is lehet. Válaszd a Szent Györgyit, találj rá az útra! Ne feledd, Szent Györgyi út a jövődbe!